Hát sziasztok, én Csomi vagyok, ez pedig egy újabb kvíz. Volt már itt kvízem, tesztem. Hát most egy nagy elsőbségadás kressztesztet szeretnék elkészíteni, illetve megcsinálni veletek. Ez mindig azzal a célral is csinálom, hogy megpróbáljak, aki vezet, vagy aki nem vezet, annak is egy kicsit tanulni. Lehet, hogy én is beégek, mint a Reichstag, hiszen hát azért én is csak ma csináltam a Crest, de hát meglátjuk, hogy milyen is lesz majd ez a nagy elsőbbcsagadás Crest test. Ti is csináljátok velem együtt, és majd a hozzászólásomban írjátok be, hogy ti hányat találtatok el. 20 Crest test kérdést állítottam össze, valamennyi, illetve Crest kérdést állítottam össze, valamennyi a kereszteződésben lévő elsőbségadási kötelezettséggel, illetve az ennek megfelelő sorrenddel foglalkozik. A képek nem könnyűek, de az életben bárhol találkozhatunk hasonló helyzetekkel. Ha mind a 20 kérdést helyesen oldod meg, akkor jogosan bízhatsz abban, hogy útkereszteződésben nem fogod összetörni magad. Természetesen, ha a többiek is figyelnek. Kezdhetjük, szeretnéd megtudni, mennyit kopott a tudásod a kereszt vizsgád óta? Hát, kifejezetten biztos, hogy kopott, sőt, nagyon erősen kopott, de hát majd mindjárt megnézzük. Tehát akkor indíthatjátok, és mondom, ti is írjátok majd be a hozzászólásra, hogy hányat találtatok el, vagy hányat nem. Lehet, hogy én minden 20-ból 20-at el fogom téveszteni. Na nézzük akkor az első kérdés. Az ábrázolt útkereszteződésben mi a helyes sorrend? Ugye van három megoldás, nézzük a helyes választ. Lehet, hogy nem jó válasz. Ugye annyit tudni kell, hogyha nincs ugye tábla, én mindig úgy tanultam meg, hogy aki a legkevesebbet kanyarodik, annak van elsőbbsége, illetve annak van elsőbbség, annak kell ugye áthaladnia, illetve a legkisebb kanyarban lévőnek kell ugye kanyarodni. Tehát vagy a C, vagy a B ugye indulhat, ugye ők mennek egyenesen, kivéve ugye, hogyha a C halad, akkor ugye a C után az A is átmehetne. De ugye ilyenkor jön a következő, hogy a úgynevezett jobb kéz szabály, azaz, ha jobbra lévő kocsit ugye el kell engedni, tehát a C el fogja engedni a B-t, ezáltal ugye a B lesz az első, utána ugye jön a C, utána egyszerre mondhatnám, hogy a C és az A, és aztán, bocsánat, C, tehát B, C, A, D pedig egyszerre is mehetne. Hát ez akkor legyen a B válasz. Hát a helyes válasz az A lett volna. Egyenrangú útkereszteződésben mindig elsőként mehet az, aki jobbra kanyarodik, majd az uralmutató járásával egyenlően haladhatnak át a járművek. Én ebben nem teljesen értek egyet, de legyen ez így. Hát eddig egyből semmi. Továbbra is nézzük ezt. Ugye azt mondta, ha ezt nézzük, hogy egyenrangú kereszteződésben mindig a jobbra kanyarodónak van elsőbsége, akkor itt elmondhatjuk, hogy a C fog először menni, aztán ugye a B, bocsánat, a C, utána az A és a B. Hát ilyen nincs. Ez a legjobb az egészben, tehát valószínűleg ez nem jó. Megmondom őszintén, mindenképpen jön a C, ha ezt nézzük, de hát C a B, én akkor is azt mondanám, de akkor, ha nem így gondolja, akkor nézzük meg, ahogy én gondolnám, hogy A, C és a B, hiszen ő egyenesen megy, és sőt a C ugye egyenesen a kettő tudnak kanyarodni, és utána a B, mindenképpen a B az utolsó, és ez a C lenne a dolog. Ha nézzük a magyarázatot, kettőből semmi. A C jelölt jobbra kanyarodik, ezért első lesz. Ebbe egyetértettünk, ha előző gondolatot gondoljuk utána, mindenki utána az A-nak kéne jönnie,
hiszen az A hiába megy egyenesen, a jobbról érkező B miatt csak utolsó lesz. Hát kettőből semmi. Menjünk tovább. Itt olyan bonyolultunk, mert itt már minden van. Lehet, hogy ezt a tesztet nem nekem találták ki. A harmadik feladat, ugye, hát akkor tegyük tehát folytassuk, ugye itt azt mondják, hogy az megy, aki ugye először halad. Ez nagyon jó mondat volt, tehát az halad először, aki jobbra kanyarodik, de most itt, ha ránézünk, egy kocsi sem fordul jobbra, mindenki egyenesen megy. Ugye, így viszont csak lehet, hogy igazam lesz, hát én mindig ragaszkodok hozzá, hogy itt az egyenesek fognak menni, mert ugye a D el fogja engedni ugye az A-t, hiszen, ja bocsánat, hülye, hát nézzük meg, ugye az A-nak, illetve a C kocsinak, ugye elsőbbségadás kötelező táblája van, ugye ez mindent föl fog ugye írni, ezáltal biztos, hogy a D fog elhaladni, ugye, mert neki nincs elsőbbségadás kötelező táblája, aztán a Béla fog jönni, hiszen neki sincs, és aztán ugye a két elsőbbségadás kötelező tábla esetében szerintem az A és a C lesz a sorrend, hiszen az A megy egyenesen, a C pedig lefordul, és ezáltal, tehát még egyszer nézzük, Dénes, Béla, Aladár, Cecil, és ez pedig a C. Ezt végre jól tudtam, hála Istennek. A D jelű egyenesen megy a Zvédet útszakaszon, hiszen ugye elsőbbségadása van. Ezért a C jelű, ezért ő az első, a C jelű elsőbbségadás kötelező tábla felől jön, és balra kanyarodik, ezért utolsó. Mehetünk tovább. Eddig ugye két hiba pontom van, egyet jól tudtam. Négyük. Az ábrázolt útkereszteződésben milyen helyes áthaladási irány? Ugye itt már kavarunk egy kicsit, hiszen megjelennek a villamosok is. Ugye van a villamos, ami lefordulja jobbra, és van a B jelű kocsi, ami megy egyenesen, és van a C jelű kocsi, ami le akar fordulni balra. A villamos szerintem mindent visz. Úgy is mondhatnánk, hogy az ugye kicsit talán megkülönböztethető járműnek minősül, de abban annyiban nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben neki van elsőbbsége. De hát ő mindenképpen balra fordul, és ha ezt nézzük, ugye a balra fordult kocsinak van elsőbbsége, illetve hülye vagyok, jobbra fordul. Hát akkor tegyük fel, hogy az A fog lehajolni, lefordulni ugye jobbra. És aztán ugye szerintem a B és a C fog haladni, de tudja, hogy nem lesz jó. Tehát én azt gondolom, hogy a villamos lefordul, aztán átmegy a B, és aztán jön ugye a C. Biztos, hogy nem lesz jó válasz. Gondoltam, a helyes válasz az a C lett volna, tehát azt mondja, hogy a B, ugye a C, nézzük, mivel a villamos jobbra kanyarodik, a mögül érkező és egyenesen tovább haladó B jelőnek elsőbbséget kell adnia. Ugye? Igen, így akkor érthető, tehát tényleg elsőbbséget kell adnia. Hát remélem, a jogosítványomat nem fogják elvenni. Ábrázolt útkeresztben mi helyes irány? Ugye itt van egy motorosunk, ugye megy az A motoros ugye egyenesen, a B kocsi ugye erre megy, és a C pedig lefordul, táblájuk ugye nincs. Hát szerintem az AB egyszerre halad, és aztán a C. Igaz, hogy egyenragú keresztedésben van szó, ugye, de az érdekes, tehát hogyha azt nézzük, hogy a C elengedi az A-t,
akkor ugye minek várja meg ez a B, hogy ez ne elmenjen, hiszen el tud menni. Tehát azt gondolom, nem gondolnám, hogy az A az első. Ha már megy, akkor az A, B egyszer, és aztán a C. Hát ez legyen. Tudtam, hogy nem lesz jó. De annyira hülyeség, ugye azt mondja, hogy a helyes válasz az A, tehát először átmegy a motoros, aztán ugye megvárom, hogy a C nem fogja meg, tehát nem hiszem, hogy a B piros kocsi meg fogja várni, hogyha egy motoros átmegy, hogy megvárja a C-t. Annyi kitétele, hogyha így bevág elé, akkor azt gondolom megvárja, de hogyha nem vág be, akkor egy rohab, tehát el tud menni. De nézzük meg, az A és a B nem mehet egyszerre, mert B-nek jobbról érkezik a C, akit el kell engedni. Ezt értem, hogy a B-nek el kell engednie a C-t, ebben teljes mértékben egyetértek. Csak hát, hogyha ennek el kell engedni a B-t, értem, de hát, hogyha itt át tud menni egyszerre, nem tud, akkor miért nem mehetne át? Na mindegy. Ábrázolt útkereszteződésben mi a helyes? Megint a hülye nyomorult villamos, ami ugye lefordul erre. Ugye előbb arról volt szó, hogy ugye erre fordult a villam, és így ment, tehát a belső sávból fordult. Ugye megint a, most a külső sávból fordulna be ugye balra. Nézzük meg, itt van egy elsőbségadás tábla meg itt is, amíg itt kocsi nincs, tehát itt ebben nincs gond. Ennek van, tehát ez valószínű, hogy mind a kettő elsőbséget fog adni a D-nek, illetve a B-nek. Tehát és miután ugye ő egyenesen halad, ezért azt mondom, hogy a B át fog menni, és aztán jön ugye a D, tehát ez mindenképpen lefordul, és aztán jön ugye a kettő, ez a kettős, ugye a B, D-ből ugye, hát értelemszerűen vagy ez, vagy az, ugye ez nem tud lefordulni, mert ugye a C itt van, és ugye ő belülről van, ezért azt gondolom, hogy a C rúzsaszínkocsi átmegy, és aztán az A. A villamos lefordul. Jóvá, jól gondoltam. A elsőbségadás tábla a villamosra is érvényes, hiszen a villamos ugyanolyan egyenrangú partner, mint bármilyen másik kocsi vagy motor, akinek ráadásul a mögülle érkező és egyenesen haladó C-t is el kell engednie, hiszen ugye keresztezi az útvonalát. Ugye előbb is keresztezte, akkor nem tudom miért, de akkor ugye jobbra fordult, és valószínűleg azért volt lehetősége, hát akkor, tehát mindenképpen, akkor mégis a helyes sorrend, ugye először átmegy a B, és aztán ugye a D, és aztán a C, és aztán a végén az A következik, hát legalább az két helyes válaszom. A ábrázolt útkereszteződésben mi a helyes irány? Na itt annyit már azért kavarodunk, hogy ugye bejön a kerékpár út, és van egy kerékpárosunk is, és van egy elsősegadás táblája itt a rúzsaszínű kocsinak. Mindenképpen azt gondolom emiatt, ugye a rúzsaszínű kocsinak van elsősegadás kötelező táblája, ő elsőbséget kell adni a C kocsinak. Ezáltal ő C el fog menni, tehát mindenképpen a C lesz az, ami át fog menni. És nézzük meg a következőt, miután ő elsőbségadást kell adnia, és ugye ez a kerékpárutat is érinti, tehát annak is elsőbséget kell adni, azért mindenképpen azt gondolom, hogy a C után az A és a B fog következni. Helyes a válasz. Tehát a B-jelű járműnek, kerékpárosnak is köteles elsőbséget adnia, viszont a balra kanyarodó biciklis előtt mehet el a C jelű. Hát ezt mondtam. B jelű, igen, kerékpárosnak is köteles elsőbséget adnia, viszont a balra kanyarodó biciklis előtt mehet el a C jelű. Ezt jól mondtam, hiszen ő egyenesen halad. És ugye ő neki ugye lefordult, tehát mindenképpen el kell engednie a C jelű kocsit. 8-as, hát remélem jó fogom tudni, és akkor már 50%-os leszek. Ábrázolt útkereszteződésben mi a helyes áthaladási sorrend? Ugye itt van egy út, amely nem bicikli út, hiszen nincs kifestve, hogy bicikli út, csak ő itt halad. A C ugye lefordul jobbra, de miután a C lefordul jobbra, és azt gondolom, hogy neki elsőbsége van, ezért én azt gondolom, hogy a C
Nem lesz első, mert az alapján, ha megnézzük a megoldásokat, akkor hát a C nem lehet első, ez tuti, tehát vagy a B, vagy az A. Akkor nézzük, mert azt gondoltam, hogy a B elengedi a C-t, de akkor nem, hanem akkor a B szerint, akkor mindenképpen ugye a B fog áthaladni, aztán vagy a C, vagy az A, és azért gondolom, hogy a C és aztán az A, hiszen ő jobbra kanyarodik, mint ahogy tudjuk, és a jobbra kanyarodnak elsőbsége van. Bár ugye előbb ezt alapja, akkor mindenki a B-nek is el kellett volna. Tehát azt mondom, hogy Béla, Cecil, Aradár. Béla, Cecil, az a C. Riktik, hogy nem. Jó, az A válasz a helyes válasz. És itt a megoldás. A C jelűnek el kell engednie zebra hiányában is a jobbra kanyarás után a gyalogost. Igen, gondoltam, hogy ez lesz a dolog, tehát ő így lefordul, ugye, és jó gondoltam, hogy a B-nek el kell engednie a C-t, de ő lefordul, de el kell engednie az A-t. Tehát a kerékpárt. Ezért ugye először ugye az a B a helyes adás, tehát A, és ugye C és B. Akkor egy picit gondolkodtam erre. Hát tovább folytatódik. Mi a helyes irány, a 9-es, még felénél tartunk. Ugye van egy kocsink, ugye ez elsőbségadás kötelező táblája van, ennek stop táblája van, ennek meg semmilyen nincs. Ezáltal mindenképpen a B jelű kocsi lesz, ami el fog indulni. És én azt gondolom, hogy a stop tábla az erősebb, mint az elsőbségadás kötelező, hiszen neki ő meg kell állnia, ő neki nem kell megállnia, tehát én azt gondolom, hogy a Béla, Cecil, Aladár, ez pedig az A lesz, és itt tűnik, hogy nem, hanem a B a helyes válasz, amit egyébként rohadtul nem értem, hogy miért a B kocsi megy. De azt értettem, tehát az jó, hogy én is azt gondoltam, de miért az A fog menni? A stop és az elsőbségadás kötelező tábla között nincs erős sorrend. Ja, tehát nincs erős sorrend, azt gondoltam, hogy van, de akkor nincs. Akkor viszont igaza van, akkor az A. Tehát ugye a Béla után az Aladár és a Cecil, tehát egyenrangú a két tábla, ezt is megtanultuk. És utána ugye egyenrangú partner a kettő, és utána Árnáik, mert ugye akkor, mint hogyha nem lenne, ugye ennek a kettőnek, mint hogyha nem lenne táblája, ezért kell, én azt gondoltam, hogy stop táblának elsőbb, tehát erősebb, de nem. Tovább bonyolítjuk a helyzet, megint van egy villamosunk, van három kocsink, egy útra akar lefordulni, a villamos pedig le akar fordulni, ugye jobbra. De azt nézzük a választ A, B egyszerre, ugye ő lefordul balra, mondhatnánk úgy. A villamos ugyanúgy működik, mint egy rendes kocsi, és ilyen már volt, ugye, hogy neki ugye le fog fordulni. Én azt gondolnám, hogy a villamos mindenképpen a C-t el fogja engedni. Tehát ha azt nézzük, ugye ő lefordul jobbra, és ugye azt mondták, hogy a jobbra fordul, akkor elsőbségre van, tehát mindenképpen a B, aztán szerintem ugye a C, aztán ugye az A, és aztán a D. Hát ez kicsit nekem merész, de tehát mindenképpen azt mondom, hogy a B fordulna le, de hát a C az szerintem nem, tehát a C az biztos, hogy nem. Hát mondjuk ő megy, mondjuk azt nézzük, hogy a C megoldás, hogy azt mondja, hogy C megy egyenesen, aztán lefordul az A, és aztán ugye a B, és aztán a D. Hát legyen akkor ez. Mert azt gondoltam, ez a kocsi fog... A B, C, A, D szerintem biztos, hogy nem jó. Tehát maradjunk a C-nél, jó, a B. Sejtettem, ugye emlékszünk, azt tanultuk, hogy a jobbra fordulnak mindig elsősége van. Nézzük meg a helyes választ. Ugye a villamosnak itt is itt csak a D jelűvel van elsősége. A szemből egyenes érkezőt el kell engednie. A jobbkész szabály miatt viszont a B mehet elsőnek.
Akkor jó, gondoltam, hogy B mehet elsőnek, ezt én gondoltam. Mert ugye ő fordul a legkisebbet. Hát, hagyjuk. Ábrázolt útkeretkezésben mi a helyes irány? Áthaladási sorrend. Szerintem a villamos fog haladni. Biztos, szerintem a villamos fog áthaladni, aztán a C és aztán az A. Tehát B, C és A tuti, hogy nem lesz jó, de kivételesen jó. Egyenlő kereszteződésben a balról érkező villamosnak is elsőbsége van, ezért első a B. Ennek örülök, hogy ezt viszonylag jól tudtam. Hú, itt már azért minden van. Ugye itt van egy nénó-nénó, ugye egy mentő, ugye ez a B jelű kocsi. Igaz, hogy stop tábla van, de nénózik, ezért mindenképpen neki van elsőbsége. Tehát emiatt az A biztos, hogy kiesik. És utána ugye lefordul, ő el is megy. Ugye ennek nincs dolga, a stop táblája van ennek a Rólesőnek, tehát ő nem fog haladni. Emiatt, hogy neki stop táblája van, tehát a Béla után az Aladár fog jönni, aztán a Dénes, és aztán jön a stop táblás C. Tehát B, A, DC. B, A, DC, az a B helyes a válasz. Én látom, a színjelző mentőautót mindenki előtt el kell engedni, elmehet, ezt eddig is tudtuk. Helyes. Továbbra is bonyolítjuk a helyzetet. Ugye van megint egy kerékpárosunk, van egy C-jelű kocsink, annak van egy elsőbségadás táblája. Ugye itt van egy elsőbségadás tábla, magyarán ez mondhatjuk, ez egy főút, tehát mindenképpen most, hogy látjuk, a B-nek lehetne, a B ugye mehetne. Tehát vagy azt mondom, hogy a B, sőt, mindenképpen a B mehet, és szerintem az A és a C jöhet az utoljára, hiszen neki mindenkit el kell engedni, a C-nek mindenkinek mindenképpen el kell engednie mindenkit. Tehát ez biztos, hogy a C lesz az utolsó. Az a kérdés, hogy a kerékpáros fog átmenni, vagy a zöld autó. Na most, és itt van a dolog elásva, hogy szerintem elsőbsége van a kerékpárosnak, még ha nincs zebra, akkor is. Ha eddigi alapján, akkor azt mondom, hogy a kerékpáros megy, és aztán ugye ő, tehát a zöld kerék, az itt meg fog várni, még átmegy a kerékpáros, és aztán megy tovább. Tehát A, B és C. Maradjunk ennyiben. B, nem a C. Akkor nem szabad ilyen tesztet csinálni, mert rögtön túl kombinálja az ember. A gyalogosnak ugyan a C-vel szemben elsőbsége van, de az egyenesen érkező B-vel szemben nincs. Akkor jól gondoltam, hogy tehát első ötletem ez volt, hogy a B egyenesen halad, ezért neki elsőbsége van. De hát rosszul tippeltem. Ábrázolt útkeresztezésben mi a helyes irány? Hú-há-há-há-há. Itt aztán minden van. Ugye itt egy úgynevezett autóútunk, elsőbségadás táblánk, stop táblánk. Ugye az autóút nagyon fontos, ugye az autóút az ugye erre halad, tehát így halad tovább. Magyarán, annak ellenére, hogy itt kereszteződések vannak, ugye az autóút, hogyha lenne egy kocsi, aki előre halad, akkor annak elsősége van, de nincs, mert ilyen nincs. De ő halad. Ugye ennek a D-nek elsősége van, ugye ez le fog valószínű fordulni, ugye balra. Ugye ő megvárja, míg ez a kocsi, tehát a D biztos, hogy az át meg el kell engednie, tehát az biztos. Ugye B le fog fordulni, tehát azt gondolom, hogy Béla le fog fordulni, aztán megy az Aladár, aztán ugye ő ráfordul tehát Béla Aladár, és ugye szerintem ő rámegy az autóra, és őt már egyenesen lesz, és azt mondom, hogy a Dénes Cecil. Maradjunk a C, nem? Elég, hogy nem jó a válasz, tehát a B a helyes válasz. Magyarán ugye azt mondja a feladat, hogy ezt jól mondtam, hogy ez a narancssárga autó lefordul balra az autóútról, majd halad ugye az A, eddig is jól tudtam, és utána ugye a C.
C-jelű kocsi fog fordulni, és aztán a D, ugye valószínű azért, mert ugye ugye balra fordul, de nézzük meg, a kanyarodó főútvonal esetében mindig az első, aki a balra kanyarodó főútvonal a tábla felől érkezik, utána óramutató járásával egyenesen haladhatnak el a járművek. Jó, mehetünk tovább. Fölfogtam a feladatot. Tovább, megint mi a helyzet? Itt, ebben a helyzetben, ilyen már hasonló volt, de akkor úgy emlékszem, hogy a villamos a belső sávban volt. De megnézzük. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye én gondolatom alapján azt mondanám, hogy a C lesz az első kocsi, aki átmegy, aztán az A, ugye ha nézzük az óramutató járásával egyenesen, akkor így kell haladnia, hiszen a B-nek mindenképpen el kell engednie a villamos, tehát nem haladhat át, tehát neki meg kell várni, míg a villamos lefordul, vagy a villamosnak kell megvárni a B-t, de amit itt látok, hogy ABC, az szerintem nem igazán valós. Hát nézzük, akkor maradok ennél az én ötletemnél. Azt mondom, hogy a zöld kocsi át fog menni, aztán a villamos, és aztán a piros kocsi. Tehát C, A, B. Nem. A, B, C. Először a villamos, aztán a piros kocsi, és aztán a C. A különleg a szabály, hogy jobbra kanyarodó B-nek el kell engedni azt a villamost, amelyik mögül érkezik, még akkor is, ha balra fordul. Ez egy hülye szabály, de ilyen szabály is van. Tehát nagyon aki ilyen szabály is van. Tovább megy a dolog. Nézzük meg. Van megint egy villamosunk, aki megy egyenesen. Van egy piros kocsink, aki szintén megy egyenesen. És van egy A kocsink, aki le akar fordulni balra. Egy négysávos, majdnem azt mondom, négysávos úton, illetve ez inkább már, de négysávos. Azt gondolom, hogy egyenrangú keresztelésben, ha gondolkodunk, ugye azt mondják, hogy óra mutató megjárásával megegyezően haladunk, tehát adom, hogy a B és a C átmegy, és aztán az A. Igen. Tehát B és C egyszerre fog haladni, tehát a C az biztos, hogy nem jó. Az a kérdés, hogy az A előttük megy, vagy utána. Én azt mondom, hogy utána. Bárha azt nézzük, hogy óramutató járásával ugye megegyezően kell haladnia, azt mondhatjuk, hogy a O-nak kell lefordulnia, de én maradok a első ötletnél, B, C, A. Na, C, nem már. A B fog átmenni. C jelű nem mehet el automatikusan villamosra, hiszen jobb keze felől érkezik az A. Szóval nem mehet a villamos, de egyébként nyugodtan átmehetne. Tehát a villamos átmegy, és a C ott fog állni, még igaz, hogy átment. Tehát annyira életszerűtlen az egész. Tehát én azt gondolom, hogy ez akkora ökölség, mert a villamosnak is akkor elsőbbséget kell adni az A-nak. Tehát ezt gondolom, hogy ez nem jó válasz. De ha igen, akkor elnézést kérek. Mi a helyes sorrend továbbra is? Már itt minden van. Megint van egy elsőségadás táblánk, van egy stop táblánk, van egy főútvonalunk. Az biztos, hogy a C ugye a főútvonalon halad, és ezáltal a C az mindenképpen fog haladni tovább a főútvonallal irányában. Tehát a C marad, és ugye ahogy beszéltünk róla, ugye itt a stop tábla, meg az elsőbbségadás kötelező tábla, ugye előbb volt szó róla, nem tehát egyenragú táblának minősül, mert mondhatjuk, mintha ez a tábla itt se lenne. Ugye itt se lenne, ezért utána egyenragú partnerek lesznek, ugye ott azt mondja, az óramutató járásával megegyezően haladnak, tehát azt gondolom, hogy akkor a C után a B, és aztán az A következik.
Riktik, hogy nem jó. A CL után a két mellék útvonalról érkező között a jobb kis szabály fog dönteni az aljavára. Akkor nem ér... Ja persze, óra az erre jár, fordítva. Jó, oké, a óra nem visszafele jár, én meg visszafele gondoltam. Jó, igaza van, igaza van. Még kettő van, nagyon égő ez a dolog. Nézzük a következő. Megint van egy villamosunk, ez lefordul ugye balra, aztán van egy C kocsink, az is szintén balra fordul, a B pedig tovább halad egyenesen. Nézzük meg, ugye a villamos lefordul balra, szerintem neki van elsőbsége, ő fog áthaladni, és aztán ugye a óramutató járásával megegyező irányba haladnak át a kocsik. Akkor A, C, B, de nem lehet, mert ugye nincs, tehát akkor maradjunk az A, és aztán a B, és aztán a C. Tudja, hogy nem jó, sejtettem. De B, a villamosnak el kell engednie a szemből egyenesen érkező B jelűt, ahol ének ok nincs villamos, tehát ennek hála Istennek, ennek nincs gond, bár itt nem csak a villamosokkal vannak gondok. Tehát nézzük meg még egyszer, a helyes válasz ebben a helyzetben ugye az A, tehát azt mondja, hogy először a B kék kocsi megy egyenesen, aztán ugyan a villamos, és aztán a C. Milyen narancsárga kocsi. Még kettő van, nézzük meg, itt már van zebránk, van egy zebránk, igaz, hogy senki nincs rajta, de van egy zebránk, van egy kerékpárosunk, aki itt át akar menni, itt nincs elsőbbségadás kötelező tábla, itt viszont van, tehát ennek ugye hagyni ugye kell. A következő lehetőség, ugye ez lefordul balra, de miután lefordul jobbra, ott egy biciklis fog menni, úgyhogy a biciklist mindenképpen el kell szerintem engednie, tehát B a sorrend, L2 között pedig a B, A, D, C lesz a sorrend, ugye itt a elsőbségadás kötelezője van, tehát ő megy legutoljára, tehát azt mondom, hogy B, A, D, C, mindenképpen a C a jó válasz, így van. Mivel a kanyarodás után a gyalogosoknak elsőbséget kell adni, ezért a B mehet elsőnek, a C elő tábla miatt lesz, az C elő a tábla miatt az utolsó, ezt mondjuk tudtam. Nézzük az utolsót. Van két kocsink, aki egyenesen halad, van egy kocsink, amely lefordul ugye balra, ugye nincs tábla, tehát nem bonyolítja a dolgot. Miután szerintem ez a két kocsi halad ugye előre, ha ugye ő lefordult, tehát ő mindenképpen neki szerintem állnia kell, ez a két kocsi ugye megy egyenesen, és a kettő két kocsi közül pedig ugye a jobb, szerintem a jobb kis szabályt kell ügyelni, tehát mindenképpen a C fog átmenni. Tehát C, ami nem biztos, hogy nem a C, mert ha nézzük, C nem lehet első. Tehát azt mondják, hogy a B, minden, vagy a B, tehát ez is jó, hogy a B fog átmenni, azt írják. De ha azt nézzük, hogy amit tanultunk itt a lórajárásával megegyező irányban, ha így nézzük, akkor pedig B-leg azt mondja, B, C és A, ha az órajárással megegyező irányban haladnak a kocsik. Maradjunk így, nem, sejtettem, hogy nem lesz jó. Tehát a helyes válasz az, hogy a Crest nem ad megoldást erre a helyzetre, csak egy praktikus javaslat, hogy először a B jelű menjen el, de ha ütközik közben az A-val, felelősségre mondható a balra kanyodás miatt. Magyarán erre nincs megoldás, haladjatok, ahogy akartok. Ugye azt mondja, hogy egyezzenek meg. Hát nézzük meg a... Gratulálunk, köszönjük, hogy megoldottad a tesztet, még szerencsé, hogy nem kellett magyarul, nem kellett nyelvet hozzáadni. Szeretném figyelembe ajánlani a bírság megelőzési kézikönyvet, melyben összes elrontott választ részletesen megtalálod, kiegészítve még több tucat olyan szabály magyarázatával, ami már nem fér bele ebbe a testsorodba. Ne feledd, 5 hibapont felett kötelező olvasmány, hát nekem az összes hibapontom 14 a 20-ból. Hát ez nem, rossz, nem jó sajnos, azt kell mondanom. De mondjuk ez is eléggé szerintem nehéz volt ez a teszt, és azért egy általában azért ilyen helyzetekben az emberek 90%-a nem kerül.
Hát itt tudom én, írjátok a ti mindenképpen le a hozzászólásokba, hogy melyik tesztet gondoljátok jónak vagy rossznak. Szerintem van egy-kettő válasz, amit én azt gondolom, hogy nem jó, de úgy néz ki, hogy gondoljuk, hogy olyanok állították össze ezt a tesztet, akik hát értenek hozzá, úgy néz ki, hogy én nem értek hozzá. Aki megcsinálta ezt a tesztet, azt szerintem írja majd be a hozzászólásba, hogy ő hány hibapontja lett, vagy melyik kérdéssel nem teljesen ért egyet. Mert ebből is lehet tanulni. Én azt gondolom, hogy ebből is lehet tanulni, ha valaki Crest tanul, vagy Crest már elvégezte és éppen vezet, hiszen ezekből sok mindent lehet tanulni. Bár én most azt gondolom, egy kicsit, mintha össze lennék kavarodva. Hát a fene tudja. Majd meglátjuk. Örülök, hogy végignéztétek ezt a quizt, ezt a tesztet. Találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra. Én Csomi voltam. Sziasztok!